A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8. zenei tehetségével, Székely Leával beszélgettünk terveiről, eredményeiről. A virtuális oktatás, a zenei órák hiányoznak a fiatal diák életéből. Bár vannak otthoni hangszerei, ilyen a marimba, vibrafon és két dob, ezeken napi 2-3 órát gyakorol, s heti 2-szer virtuális zeneórája is van. Ezt Dudás Enikő tartja, de Lendő kecskeméti tanárával, Palotás Gáborral is tanul. Hazavittünk otthonra hangszereket, tehát van otthon egy marimbám, egy vibrafonom és két kis dobom, tehát a hangszerpark az nekem megvan otthon, amin tudok otthon gyakorolni. Napi rendszerességgel minimum 2, de inkább több órát szoktam gyakorolni, valamint egy héten 2-szer van virtuálisan ütőórám, most már átjön hozzánk a tanárnő, és úgy tart nekem órát, most, hogy már nincs ez a korlátozás. A jövendőbeli tanárommal is tartom a kapcsolatot, ő is szokott nekem feladatokat adni, amiket heti rendszerességgel vissza kell küldenem neki. Ez egy pár perces videóanyag, és akkor utána felhív, és megbeszéljük, hogy min kell még javítani. Szereti a kamarazenélést, de a szólót is, és az éneklés sem fog ki rajta. Hát hegedülni elkezdtem, mert ugye édesanyám hegedű tanár, de nem nagyon működött köztünk ez az anyuka-gyerek tanár-diák kapcsolat. Ezért elvitt a zeneiskolába, megnéztem az összes hangszert, és hát végülis ez volt nekem a szimpatikus, nagyon megfogott engem először a marimba, meg ugye a dobszerkó, meg az ilyesmik, és hát végül erre döntöttem. Nagyon szerettem az ilyen különlegesebb kamarákat, volt például ez a kukás, meg a capsong, meg voltak ilyesmik, igen. Éneklése, hogy állsz? Hát kötelező, nincs képezve a hangom, de alapvetően úgy gondolom, hogy tudok tisztán énekelni. Nyilván nem olyan tökéletesen, meg csúszkálok, de az, ami kell, ugye szolfésre, meg ilyenekre, az szerintem megy nagyjából. A digitális oktatás számára csak annyiban jelent nehézséget, hogy rendszert kellett vinni a napi otthoni tanulásba. Nehéz, meg fárasztó. Ráadásul... Nem megy nekem annyira az otthoni tanulás, tehát nehezebben veszem rá magamat otthon, mint itt az iskolában, mert ide nyilván eljövök, megkapom, de az, hogy én otthon felkeljek, és magamnak elindítsam ezeket a dolgokat, az már nehezebben megy, de ha elkezdem, akkor aránylag megy. Az elmúlt évek zenei verseny eredményei között a barokk versenyeken elért első helyezésre és a fesztivál díjára büszke. A barokk versenyekre azokra büszke vagyok, ugyanis ott sok első helyezést, valamint fesztivál díjat is elnyertem. Viszont az ütős versenyekre valahogy még büszkébb vagyok, még a megyeiekre is, mert a barokk versenyeknél... Hát inkább a zeneiséget nézik, ami nekem ugye az erősségem. A technikai dolgok már kevésbé, és az ütős versenyen ugye nyilván mindent néznek egyszerre, úgyhogy az megyei ütős versenyen elért 2 első helyezésem, illetve lett még egy 3. helyezésem is, meg az Innovative Percussion cégnek a külön díjában is részesültem. Szóval ez számomra többet jelent, mert itt összességében néztek minden szakmai dolgot, amik hát nem feltétlenül az erőssége még, ezért erre büszke vagyok, hogy ott is sikerült szép eredményeket elérnem.